Flavonoidok az egyik legerősebb antioxidánsok. Több ezer ilyen anyag található a természetben, csak növények termelik meg, és a növények fogyasztása által, illetve étrendkiegészítő fogyasztása által tudjuk bevinni ezeket az anyagokat. Ugye említettem nagyon sok hatás területét a flavonoidoknak, ilyen volt két nagyon fontos civilizációs betegség, az egyik a szív-érrendszeri megbetegedések, a másik pedig a daganatos megbetegedések. Ezen kívül számtalan olyan élettani hatás létezik, amelyekben a flavonoidok jók. Ilyen például a májvédő hatás, ezzel kapcsolatban is mutattam példát, a vírus és baktérium ellenes hatás, és egyáltalán sejtöregedési folyamatokra nagyon pozitív hatással bírnak a flavonoidok. Flavonoidok ugye több ezer van, ezzel kapcsolatban meg is mutattam jó néhányat, és úgy gondolom, hogy sikerült azt bebizonyítani, hogy különféle külföldi, illetve hazai kutatások miként vélekednek ezekről a flavonoidokról, milyen pozitív élettani hatásuk van az előbb említett standard élettani hatásokon kívül. A flavonoidok az egyik legerősebb antioxidánsok, és nagyjából azt lehet mondani, hogy 50-szer erősebbek, mint a vitaminok, és ezek az anyagok képesek arra, hogy szinergizáljanak a szervezet egyéb hibaellenőrző, hiba kezelő mechanizmusaival, tehát tudják erősíteni azokat a enzimreakciókat, amelyek egyébként normális esetben működnek a szervezetünkben. Nem csak erősíteni tudják, hanem fokozni is tudják azoknak az enzimeknek, illetve fehérjéknek az aktivitását, amelyek speciálisan bizonyos szabadgyökök eltakarítására hivatottak. A flavonoidokhoz ugye növényekből tudunk hozzáférni, és hogyha látjuk azt, vagy fel tudjuk fogni azt, hogy a növények ugye széndioxidot, oxigént termelnek nekünk, és széndioxidot vesznek föl az oxigén termeléséhez, akkor azt lehet mondani, hogy ha elfogadjuk ezt az oxigént a növényektől, akkor miért ne tudnánk elfogadni ezeket a flavonoidokat a növényektől, hiszen pontosan ugyanolyan hétköznapi és az életünkhöz nélkülözhetetlen anyagok a flavonoidok, mint akár az oxigén. Akkor, hogyha ezt fel tudjuk fogni, akkor úgy gondolom, hogy meg tudjuk azt érteni, hogy ma már táplálékkiegészítőkkel, koncentrált formában tudjuk bevinni ezeket a flavonoidokat, akár célzott területekre is. Egyébként mindenkinek azt javaslom, hogy napi szinten vigye be a táplálkozásába az étrendkiegészítők fogyasztását. Köszönöm.